Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Lakótelep felújítás. 1,3 milliárd forintot költenek el Pakson fejlesztésre. Új orvosi eszközök a Magyar Falu programnak köszönhetően korszerűsítettek kismányokon. Átalakulás után több lehetőség, átadták a Hungária Takarék megújult bonyhádi fiókját. Elkészült az út, a szüretelők már használhatják a megújult Bátaszéki utat. A Tornatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Rendkívüli testületi ülésen döntött a Paksi Képviselőtestület a helyi fejlesztési és vagyongazdálkodási ZRT alaptőkéjének leszállításáról. Az így felszabadított 1,3 milliárd forintot a testület átcsoportosította az önkormányzat költségvetésébe, a pluszpénzt pedig a lakótelepi központi park felújítására fordítják. Egyhangú, ellenszavazat és tartózkodás nem volt. Egyhangú döntéssel megszavazta a Paksi Képviselőtestület a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő ZRT alaptőke leszállítását. Az így felszabaduló 1,3 milliárd forintot a grémium átcsoportosította az önkormányzat költségvetésébe, melyet a lakótelepi központi park rekonstrukciójára fordítanak. A döntést követően napokon belül megkezdődhetnek a munkálatok. Emelt műszaki tartalommal tudják megvalósítani a központi park kialakítását, amely többek között a 3 év alatt megnövekedett anyagköltséget, a közvilágítás újragondolását is tartalmazza. Magyarország kormányától még a tavalyi év során kaptunk 8 milliárd 17 millió forintot, és rész közterületek felújítására, és hát természetesen a paksi lakótelep központi park is közterületnek számít, így a többletköltséget igazából, hangsúlyozom még egyszer, nem a paksiaknak kell viselni, hanem Magyarország kormánya fogja viselni. A két ütemben zajló munkálatok a Kishegyi út felől kezdődve haladnak. A teljes körű felújítás összköltsége 2,1-2,2 milliárd forint lesz. Átadták a Hungária Takarék megújult bonyhádi fiókját. A pénzintézet már 20 éve ugyanott várja az ügyfeleket, mostantól még barátságosabb környezetben. 2000-ben került a Hungária Takarék jogelőd intézményéhez a Bonyhádi Szabadság téren álló épület. Akkor felújították, de az azóta eltelt 20 évben az egyre terjeszkedő pénzintézet a többi fiókjára koncentrált, és kevesebb figyelem jutott a székhelyként is működő bonyhádira. Most ezt az adósságot is törlesztette a takarék, és egy hosszú hétvége alatt újjávarázsolták az ügyfélteret. Szebb mindenféleképpen, és annyival többet tud nyújtani, hogy azért egy picit elszeparáltuk azért az ügyfeleket, kicsit könnyebben tudnak ügyet intézni abból a szempontból, hogy azért mégis bizalmasabb ügyintézést tudunk megvalósítani. A takarékok átalakulásával nem csak a lakosság, hanem a térségben működő számos önkormányzati és vállalkozói partner juthat hozzá olyan szolgáltatásokhoz, melyek eddig nehezebben voltak elérhetők. Hogyha lesznek olyan típusú több milliárd forintos nagyságrendet kitevő finanszírozási kérdések, különböző például önkormányzati közműprojektek, vagy valamilyen pályázati kiíráshoz kötődő nagy volumenű finanszírozási igény, azt innentől már a bonyhádi kirendeltség, a bonyhádi kollégák is fogják tudni kezelni önállóan ebben a csapatnak a tagjaként, és nem kell egy bonyolult egyeztetés vagy partnereket bevonnunk. De ez csak egy, és még sok ilyen apró lépés, amire készülünk. Bonyhád polgármestere Filóné Ferenc Ibolya abban bízik, hogy a jövőben is megmarad az a fajta bizalmi kapcsolat, ami eddig jellemezte a Hungária Takarék és a város viszonyát. A takarék mindig egy kiváló és kimagasló társadalmi szerepvállalással élte itt a hétköznapjait a városban. Akár egyesületek, civil szervezetek, sportegyesületek, városi rendezvények, iskolai rendezvények sorát mondhatnám példaként az elmúlt évtizedekből. A nemzeti színű szalagot Potápi Árpád János államtitkár a térség országgyűlési képviselőjének jelenlétében vágták át a pénzintézet jelenlegi és korábbi vezetői.
A kormány nem tartotta be ígéreteit, becsapta a szociális ágazatban dolgozókat, ezért a magyar köztisztviselők, közalkalmazottak és közszolgálatban dolgozók szakszervezete és a szociális ágazatban dolgozók szakszervezete október 10-én folytatja a márciusban felfüggesztett országos sztrájkot, közölték a szakszervezetek pénteken. A közlemény szerint március 13-án a kormány azt ígérte a szakszervezeteknek, hogy kidolgoz egy bérfelzárkóztatási programot, és megteremti a jogalapját a szociális ágazatban dolgozók kollektív szerződésének. Hozzátették, hogy a kormány nevében tárgyalók az ígéretek teljesítéséhez határidőket is szabtak, április 30-át és június 30-át. A szakszervezetek szerint a kormány egyik határidőt és egyik ígéretét sem tartotta be, ezért döntöttek úgy, hogy a márciusban felfüggesztett sztrájkot megtartják. A tervezett időpontra megépült az az út, ami több mint 30 gazda közlekedését és a vízelvezetés problémáját is megoldja Bátaszéken. Az út a tavalyi esőzések alkalmával sérült meg, és Viszmajor keret segítségével épülhetett újjá. Ilyen volt a tavalyi esőzést követően a Molyhos-Tölgyhöz vezető út. A patkát szinte teljesen elmosta az eső, és félő volt, hogy az idei időjárás hatására megrongálódik és besüllyed az útszakasz. A város a Viszmajor alapból pályázott a rendbehozatalára. Augusztus végén Bozsolik Róbert polgármester ígéretet tett arra, mire a szület megindul, készen lesz az útfelújítás. Igyekszünk, hogy itt lehetőség szerint szeptember közepére már zavartalan közlekedési feltételeket tudjunk biztosítani. Ezek a képek ma délelőtt készültek az említett útszakaszon. Láthatóan minden az ígéreteknek megfelelően történt, elkészültek a munkálatok, a kivitelező a műszaki átadás keretében visszaadta az útszakaszt. A kivitelező első osztályi minőségben határidőre elkészítette azt a mintegy 320 méternyi útszakaszt, ami 1,1 méter szélességben visszaállítja a Viszmajor helyzetből adódó műszaki állapotot, sőt egy kicsit meg is erősítettük, hiszen olyan műszaki megoldást találtak ki a kollégák, ami egy irányítottabb vízlevezetést is tud majd biztosítani. Hát bízunk benne, hogy maga a szegélyt a mezőgazdasági vállalkozások tekintetben fogják tartani, és hát lehetőség szerint hosszú életű lesz majd ennek a műszaki állapota. A város 9,6 millió forint támogatást kapott az építésre, melyhez az önkormányzat további 4 millió forintnyi önelőt biztosított. Várhatóan egy-két héten belül a hegyen birtokkal rendelkező közel 30 gazdálkodó rendelkezésére áll majd a teljes útszakasz. Korszerűbb orvosi eszközök kerültek Kismányokon a helyi házi orvosi rendelőbe. A közel 2 millió forintos fejlesztésre a Magyar Falu programnak köszönhetően került sor. Ezek az új orvosi eszközök várják mostantól a Kismányoki házi orvosi rendelőbe érkezőket. Eddig ezeknek egy részét a szomszédos Nagymányokról hozták ide, ha szükség volt rájuk. Ez a probléma most megszűnt. Egyrészt egy számítógép került ismét a birtokunkba. Erre azért van szükség, mert egyrészt gyorsabbá válik az adminisztráció munka, másrészt meg internetes kapcsolat révén a kórházi leletekhez, szakrendelések leletéhez szinte országos szinten hozzájutunk, amit itt el tudunk olvasni, és a betegnek ezáltal könnyítjük a dolgát, másrészt manuális műszerek kerültek ide. A most beszerzett orvosi eszközöknek köszönhetően a helyi betegellátás sokkal biztonságosabb lesz, mondja a település polgármestere. Az egészségügyi ellátás nagyon fontos minden településen, többek között Kismányokon is, és én azt gondolom, hogy ezek az eszközök mindenféleképpen jól szolgálják a korszerű, minden igényt kielégítő egészségügyi ellátást. A Magyar Falu program keretében közel 2 millió forint pályázati pénzből vásárolták meg a korszerű alaporvosi ellátás segítő eszközöket a Kismányoki házi orvosi rendelőbe. 55 millió forintból újul meg Tolnamözsön a Szent István ház. Az épületet a helyi civil közösségeknek alakítják ki, hogy rendezvényeket tudjanak ott megtartani. A városrészben ez már a sokadik fejlesztés az elmúlt évek alatt. Az elmúlt években több a mözsi városrészt érintő fejlesztés is megvalósult Tolnán. Az egykori Gödörtér helyreállítása és az ottani játszótér kialakítása, a Zöldkert utcai óvoda és a temető ravatolozójának felújítása csak néhány a sorból. A város önkormányzata ezek mellett az utak járdák helyreállításához is komoly segítséget kínált. Anyagot adtak azoknak a helyieknek, akik vállalták, hogy a házuk előtti szakaszokat felújítják. A jövőben pedig újabb járda és útfelújításokat terveznek itt. Azt tervezzük egyébként, hogy a következő évben már a Jövőnk energiatérség fejlesztési alapítvány hoz, amit ebben az út járdaépítéses ablakba be tudunk adni, abból a Szent István utcát, hogy legalábbis annak egy részét
nek a járdáját szeretnénk felújítani. Fejlesztés pedig most így zajlik a Mözsi város részben. A Szent István ház civil házzá átalakítása éppen folyamatban van. 5 évvel ezelőtt adtuk át ezt a gyönyörű épületet, ahol most vagyunk, a Mözsi kulturális központot. Én azt gondolom, hogy ez a mözsieket szolgálja, és elég kihasznált is ez az épület, és hamarosan átadásra kerül itt a mellettünk lévő civilház. A civilház felújítása 55 millió forint állami támogatásból valósul meg. Ebben az épületben kap helyet újra Varga András könyvhagyatéka, illetve a civil szervezetek közösségi terét alakítják itt ki. Újra felmérik a magyarok táplálkozási szokásait az európai lakossági egészségfelmérés részeként. Ezt a Központi Statisztikai Hivatal felméréséhez csatlakozó Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet főosztályvezetője közölte pénteken. A december 16-áig tartó országos felmérés a KSH munkatársainak vezetésével zajlik, akik a reprezentatív mintába bekerült és előzőleg levélben értesített lakosokat keresik majd fel. A felmérésben résztvevő 6000 ember 3 napos táplálkozási naplót tölt majd ki, amelyről később egy szakember is kérdéseket tesz fel. Legutóbb 5 évvel ezelőtt végzett országos felmérést a KSH, amely szerint 10-ből 6 nő elhízott, a férfiaknál ez az arány 65%, a gyerekek elhízási aránya pedig 30% körüli Magyarországon. Az ország szociális bentlakásos intézményeiben élők festményeiből, rajzaiból és fotóiból nyílott vándorkiállítás a Tolnai Magházban. A bemutatott alkotások az Emberi Erőforrások Minisztériumán belül működő Integrált Jogvédelmi Szolgálat pályázatára beérkezett munkák legjobbjai. A pályázat kiíróinak az volt a céljuk, hogy bemutassák, miként értelmezik és jelenítik meg a társadalmi kapcsolatokat az intézményekben élő idősek, fogyatékossággal élők, vagy pszichiátriai betegek. A tárlat megnyitóján a helyi humán bizottság elnöke arról beszélt, hogy Tolnán régóta komoly figyelmet fordítanak arra, hogy ahogy csak lehet, segítsék a legkiszolgáltatottabb helyzetben élőket. A városunkban a szociális étkeztetéssel, az idősek napközével, a bentlakásos idősek otthonával is, tehát Tolna városa is segíti azokat, akik vagy koruknál fogva, vagy szociális helyzetüknél, vagy egészségüknél fogva, tehát segítségre szorulnak. Több mint 5 tonna liszttel lett gazdagabb 4 rászorulókat segítő Tolna megyei szervezet a Magyarok Kenyere programnak köszönhetően. A kezdeményezés lényege, hogy a gabonát termesztő gazdák búzafelajánlásokat tehetnek, amikből lisztet őrölnek és azt osztják szét a rászorulók között. Tolna megyében ilyen sok liszt még soha nem jött össze. Készfogás és puszi is járt az adományozó levél és az 1,3 tonna búzaliszt mellé. A Magyarok Kenyere programnak köszönhetően idén 4 rászorulókat segítő Tolna megyei szervezet vehette át a gazdák által összegyűjtött felajánlást. A liszt nagy része az vidéki családokhoz kerül, hiszen másik nagy örömöm, hogy éppen az ISZI-vel, az Integrált Szociális Intézménnyel együtt kaptunk, mert a tagságunk egyik része onnan van, tehát ők is kaptak, és így biztos, hogy a családok zöme karácsonykor el tudja azt mondani, ami délelőtt hangzott el a pápa szájából, hogy nem tudják sokan elimádkozni mindennapi kenyerünket ad meg nélkünk ma, hát most a mi családjainkkel fogják tudni. A Magyarok Kenyere program eredetileg a határon túli rászorulók támogatását tűzte ki célul. A gazdák által felajánlott búza mennyisége viszont már az első években is olyan sok volt, hogy abból nem csak a külhoni jótékonysági szervezeteknek jutott. A programot 2017 óta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök Országos Szövetsége irányítja. Tolna megyében idén több mint 5 tonna lisztet tudtak szétosztani a rászorulók között. Az adakozó gazdák száma az körülbelül most már olyan 120 és 140 között van az elmúlt évek tapasztalatai alapján, viszont ugye a mennyiség az idei évben örömtelien a legmagasabban alakult, 14,8 tonna búza gyűlt össze az 5 gyűjtőponton, és ebből 5200 kg lisztet őröltek le a malomba és töltöttek zacskókba. A Magyarok Kenyere programot tavaly óta már nem csak búzával, hanem pénzzel is lehet támogatni. Az ehhez szükséges bankszámlaszám a kezdeményezés honlapján található meg. Regionális híreink következnek. Gazdaságélénkítés helyi kedvezmény, utolsó ülését tartotta a pécsi közgyűlés. Gazdasági felzárkózás lehetőségei, vállalkozóknak tartottak előadásokat.
Nem árt az óvatosság, csalók jelentkezhetnek a NAV nevében. Gazdaságélénkítési döntések, kedvezmény a pécsieknek, technikai jellegű témák. Röviden ezek szerepeltek a városi közgyűlés előtt csütörtökön. A növekvő iparűzési adó bizonyítja, hogy élénkül a pécsi gazdaság. Ezt támogatta az ipari parkos döntéseivel ma a testület. De az autósoknak is kedveznek mostantól, bevezetésre kerül egy kártya, ami a parkolást teszi olcsóbbá. Utolsó ülését tartott a pécsi közgyűlés csütörtökön. A képviselők még utoljára 38 napi rendi pontot tárgyaltak meg és szavaztak azok tartalmáról. Az egyik ilyen volt az a kedvezmény, amit a városban élők kapnak ezután. Bevezetésre kerül a városi parkolókártya, amely a pécsi állandó lakcímmel rendelkező polgároknak 30 perc, tehát fél óráig a kettes számú díjvezetben rendszámhoz kötötten a kártya igénylését követően fogja majd biztosítja a lehetőségét a fél órás ingyenes várakozásnak. Ez egy fontos gesztus a pécsiek felé. Ezen kívül több gazdaságfejlesztési döntést is hozott a testület. Őri László azt mondja, növekvő pályára állt a pécsi gazdaság. Ezt bizonyítja, hogy tavaly 700 millióval több iparűzési adót fizettek a városban. Cél, hogy újabb vállalkozások, befektetők érkezzenek az ipari parkokba. Ezt támogatta csütörtöki döntéseivel a közgyűlés. Tárgyaltunk ipari park terület vásárlást, ipari park bővítést, tárgyaltunk arról, hogy hogyan, milyen formában tudunk új iparcsarnokokat építeni Pécset, illetve most megépülő iparcsarnokok hasznosításáról is szó esett. A fejlődés tehát elindult Pécset, azonban nem dőlhetünk hátra, nem állhatunk meg, hiszen pécsiként azt is világosan látjuk, hogy ez a város még messze nem tartott, ahol tarthatna, tehát van még feladat bőven. Én abban bízom, hogy az októberi önkáti választásokat követően egy új lendületet tudunk venni. Ehhez az önkormányzati választás után a kormány támogatására is számít az önkormányzat, mondja az alpolgármester. Döntött a testület arról is, hogy megvásárolja pécsi buszpályaudvarokat Kertvárosban, Uránvárosban és a Budai Vámnál. Erre közel 77 millió forintot fordítanak. Utolsó ülését tartotta ebben az összetételben a pécsi képviselőtestület. Október 13-án önkormányzati választások lesznek, azon a mostani testületben ülők mintegy harmada érdekelt jelöltként. Az már biztos, hogy a város polgármestere nem indul újra. Páva Zsolt az utóbbi 10 évben töltötte be ezt a pozíciót folyamatosan. Korábbi munkáját is figyelembe véve 18 éven át volt tisztségviselő a Városházán, de az elmúlt negyed században a városi politikai élet egyik meghatározó alakját is tisztelhetjük benne. Páva Zsolt a közgyűlés végén búcsúzott a ciklus képviselőitől, és köszönt el, mint városvezető. Kisebb vagy nagyobb konfliktusok mellett, amik jellemezték a munkánkat időnként, hogy egyet egyébként valóban soha nem éreztem, és szerintem jól gondolom én ezt, hogy amikor a hozzászólásokat hallottam bármilyen témában és bármilyen ügykörben, akkor azt meg kell mondjam őszintén, soha nem éreztem, hogy ne a város iránti elkötelezettség, vagy szeretet, vagy elhivatottság szólt volna a képviselőtársamból. Tehát aki ezt elvitatja, az nagyon rossz nyoma jár szerintem. Ez mindenképpen jó volt, és szerintem ez egyfajta üzenet is az új lendő képviselőknek és testületnek. A térség gazdasági alapú társadalmi felzárkózásának lehetőségeit tárgyalták meg egy fórum keretében Kozár Mislenyben. A cél a helyi vállalkozók helyben tartása és fejlesztése. Az EFOP pályázat keretében megvalósuló rendezvényen 4 előadást hallgathattak meg a meghívottak. A bói példát Hárs József, bói polgármestere ismertette. Vállalkozók, intézményvezetők és önkormányzatok képviselői találkoztak egy fórum keretében Kozár Mislenyben, akiknek fontos, hogy Pécs környékén gazdasági alapú társadalmi felzárkózás jöhessen létre. Hárs József bói polgármestere a sikeres bói példát ismertette a megjelentekkel. Hiába van területünk, hiába van összközműves ingatlanunk, amit kínálunk a vállalkozók felé, hiányzik valami, méghozzá az, hogy magyar vállalkozóknak nem igen van zöldmezős beruházásra pénzük, források. Külföldiek meg nem akarnak építkezni, és nem akarnak 3%-os amortizációt elszámolni, ezért úgy döntöttünk, hogy az önkormányzat bérelhető csarnokokat fog építeni. Jelenleg már 11 csarnokot béreltünk, adunk bérbe a bói ipari parkban, és úgy látszik, hogy erre még mindig van igény.
A 2017-ben alakult Porta Pannonia Egyesület célja, hogy a helyi vállalkozók helyben maradjanak és a településen tudjanak fejlődni. A Porta Pannonia Egyesület nagyon fontosnak tartja, hogy Kozár Mislenyben a lakosság mellett olyan érdekhordozókat is megkérdezzünk, mint a helyi vállalkozói réteg, és éppen ezért egy vitát vagy megbeszélést kezdeményezünk, hogy hogyan tudnánk fejleszteni Kozár Mislenyt az ő segítségükkel. Varga Éva önkormányzati képviselőként, igazgatóként 2 évvel ezelőtt indított el egy olyan együttgondolkodást, melynek az volt a célja, hogy a települési és az iskolai fejlesztések megvalósulhassanak. Ezt indították újra most a Baranya megyei önkormányzat segítségével. Mi az, amiben a mai napban én előrelépést várnék, abban, hogy azok az emberek, akik továbbra és a településükért szeretnének valamit tenni, azok ma itt együtt gondolkodva egy vezérfonal mentén, egy gondolatfonal mentén, amelyet majd gondolom az főelőadónk meg fog tenni, azon elgondolkodva szintén el tudják helyezni magukat akár a leendő fejlesztésekben, ami a településen lesznek, azokban a megkezdett innovációkban, amelyeket tovább folytatunk. Az EFOP pályázat keretében a megye több településén tartanak előadásokat, fórumokat, hogy a térség szereplői segítségével, közösségi együttműködésre alapozva társadalmi felzárkózásra nyíljon lehetőség. Kozár Mislenye azért fontos a számunkra, mert számos ipari fejlesztés, számos komoly befektető, számos olyan program zajlik ebben a térségben is itt Pécs környékén, ahova szakképzett munkaerőre van szükség. Ebből adódóan a mai nap elsősorban arról szól, hogy a jövőbeni fejlesztésekhez milyen típusú szakképzettségre, milyen típusú oktatási előmenetre, és nagyon fontos, milyen közösség együttműködésre lenne szükség. A Kozár Mislenyi fórumon elhangzott, hogy a gazdasági alapú társadalmi felzárkózás vezethet hosszú távon eredményhez. Ehhez befektetések, munkahelyek és szakképzett munkaerőkkel. Ismét több bejelentés érkezett a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz arról, hogy csalók próbálnak meg számlaszám vagy bankkártya adatokat megszerezni a hivatal nevében. Barlai Krisztina, a NAV baranyai sajtóreferense elmondta, a szélhámosok e-mailen vagy SMS-en keresztül küldhetnek üzenetet az ügyfeleknek. Ezek általában egy linket is tartalmaznak, ami egy űrlapra vagy honlapra vezeti a gyanútlan adózókat. Itt ügyfélkapus bejelentkezési adatokat vagy a bankkártya hátoldalát található 3 számjegyű kódot kérik. A NAV azonban ilyen módon soha nem kér adatokat ügyfeleitől. A hivatal kizárólag az ügyfélkapun keresztül tartja a kapcsolatot azokkal az adózókkal, akik elektronikus felületet használnak. Itt küldik meg az ügyfeleknek például az adószámlát, amelyben benne van a túlfizetés, illetve a visszaigényelhető adó összege, illetve abból meghatározható, vagy pedig, hogyha tartozás van, akkor az is ezen az adószámlán szerepel. A másik nagyon fontos az, hogy az adóhivatalnak a honlapja a www.nav.gov.hu, illetve a magyarország.hu oldalon lehet elérni ügyfélkapunk keresztül az adózóknak a saját folyószámlájukat, amiből meg tudják nézni, hogy éppen tartozásuk van, vagy nullás, vagy túlfizetésük van. Végül mutatjuk újra, hogy miről szólt a híradó. Lakótelep felújítás, 1,3 milliárd forintot költenek el Pakson fejlesztésre. Új orvosi eszközök, a Magyar Falu programnak köszönhetően korszerűsítettek Kismányokon. Átalakulás után több lehetőség, átadták a Hungária Takarék megújult Bonyhádi fiókját. Elkészült az út, a szüretelők már használhatják a megújult Bátaszéki utat. 7 végén nyugodt, napos, kora őszi idő lesz. Hajnalban előfordulhat kisebb párásság, de napkeltét követően ez gyorsan eloszlik. A hideg reggelt mérsékelten melegedő, árnyékban kissé hűvös délután követi. Délire fordul, többnyire gyenge marad a légmozgás. Éjszaka marad a derült, szélcsendes, nyugodt idő. Hajnalban hideg lesz, de várhatóan élénkülni kezd a délkeleti szél. Kissé mérséklődik a lehűlés. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfő este jelentkezünk. Viszontlátásra!